Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kelemen Miklós vagyok, rektorhelyettes, és abban a megtiszteltetésben van részem, hogy ezt a mai ünnepi rendezvényt elnökölhetem. Tisztelt rektor, tisztelt professzortársak, kedves barátaim, különleges eseményre jöttünk össze. Az eseménynek a nagyszerűségét az emeli magasra, hogy a Semmelweis Egyetem nevén nevesíti a legkiválóbbjait. Ma két kitüntetettet fogunk magasra emelni, megnevezni. Ők azok, akik nem csupán tudományos teljesítményükkel tűnnek ki a többiek közül, hanem azok is, akikre úgy tekinthetünk, mint példaképekre. Példaképek számunkra, példaképek a további generációk, diákok, hallgatók, orvosgenerációk, fogorvos, illetve gyógyszerész generációk számára. Ők azok, akik mécsesként világítanak a sötétben, akik fényt sugároznak ki, annak érdekében, hogy kövessük őket. Az ilyenek nélkül a pusztában való vándorlás csupán pusztában való bolyongássá válik. A mai esemény beleilleszkedik a Semmelweis Egyetem Tudomány Napja rendezvényeinek sorozatába is, amely tegnap megkezdődött egy nagyszerű szimpóziummal, és ma folytatódik ezzel az ünnepi tudományos üléssel. Mint ismeretes, ezzel emlékezünk Széchenyi István felajánlására, 1825. november 3-án tett felajánlására, és ide kívánkozik egy gondolat Széchenyitől, amelyet nem állhatok meg megosztani mindannyiukkal, amely élénkkel vibrál ma is. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lopály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, amely azokat józanon használni tudja. Igazibb sús erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb volt a nemzetnek, több vagy kevesebb szerencséje. Úgy gondolom, hogy mai, talán ínségesnek is tekinthető időkben, ez különösen élénken rezonál. Ez a pillanat, amikor a Széchenyi megtette a felajánlását, az volt az a momentum talán a magyar szellemi életben, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy rendezett, szisztematikus anyagi ráfordítások nélkül hatékony tudományt művelni nem lehet. Az a paradoxonja a tudományos világnak, tudomány művelésének, hogy egyszerre van szükség egy hatékony mecenatúrára és lámpásokra, mécsesekre, akik számunkra példaképként világítanak. Őket vagyunk itt most ünnepelni a mai napon, és nagy szeretettel nyitom meg ezzel ezt az ünnepülést. Hadd osszam meg a rövid programot mindenkivel. Elsőként a Jendressy Gernő emlékelőadást fogom fölkonferálni, majd a díj átadása követi ezt, és különlegessé az is teszi ezt az eseményt, hogy Hangadi László professzor, aki az a díjazottja ennek a Jendrassy Gernő díjnak, az egyetemi tanár kinevezését is ez alkalommal fogja átvenni rektorútól. Ezt követően a második programon pedig a Huzelli Tövadar emlékelőadás megtartása és a díj átadására kerül sor. Elsőként tehát kerüljön sor a Jendrassy Gernő tudományos díj átadására, csak emlékeztető, hogy a Jendrassy Gernő díj egyetemünk volt tanáráról, kiváló magyar bel- és idegorvosról neveztetett el. A jutalomdíjjal mindenkor az előző 5 év alatt megjelent közleményeken alapuló, önálló kutatásokat tartalmazó és a klinikai orvostudomány bármely ágára kiterjedő munkásság kimagasló tudományos eredményét téviszerűen bemutató pályázat szerzőjét kívánja jutalmazni a Semmelweis Egyetem. Olyanok szerepeltek korábban, csak Semmelweisként Szponyó Attila, Juhász Nagy Sándor és Jótonyi Péter, csak hogy néhány nagyságot emlegessek korábbi díjazottak között. Nagy öröm számomra, hogy fölkonferálhatom, bemutathatom a díjazottat. A Semmelweis Egyetem szenátusa 2011. május 25-én tartott ülésén hozott határozatával az Egyetemi Tudományos Tanács javaslata alapján a Jendrassy Gernő emlékérem és jutalomdíjat dr. Hangoli László egyetemi tanár részére ítélte oda. Hadd mutassam be most professzorat, röviden életrajzát. Dr. Hangoli László 1958. május 20-án született Kisunyhalason. Tanulmányait Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1982-ben szerezte meg orvosi diplomáját summa cum laude fokozattal. 86-ban ortopédiai, 88-ban traumatológia szakvizsgát szerzett, 94-ben védte meg kandidátus értekezését, majd pedig 2000-ben MTA doktori értekezését.
pályája szervesen kapcsolódik az Uzsaki Kórházhoz, pályát a kezdetétől fogva ott végzi hatékony orvosi hivatását. Emellett számos külföldi egyetem és kórház konzuláns sebésze. 2010-től tanszékvezető egyetemi docens a Semmelweis Egyetemen, a traumatológiai tanszéken, és 2010-től szakmai igazgató a Péterfi Sándor utcai kórház baleseti központjában. Néhány szemelvény a díjak és elismerések közül. 1996-ban a Harvard Medical School a Top 10 Medical Advances díjban részesítette, 99-ben a University of North Carolina az Oscar Miller díjat adományozta neki, és 2004-ben az Észak-Amerikai Artroszkópiás Társaság választotta tisztelődő tagjai sorába. Számos a legjelentősebb hazai és nemzetközi ortopédia és traumatológiai társaságoknak tagja, csak úgy, mint fontos hazai és nemzetközi szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságának. Oktatásában kiemelném azt, hogy szinte a pályája kezdetétől oktatja medikusainkat, mind gyakorlati, mind elméleti kurzusokon. Emellett az Amerikai Ortopédiai Sebészek Akadémiáján több évvel visszatekintően instruktorként működött közre. Semmelweis Egyetem doktori programjában is részt vesz, és tanszékvezető 2010 óta a Semmelweis Egyetem traumatológiai tanszékén. Fő érdeklődési területe és kutatási területe a porc felszínképzés, kísérletes vizsgálata, és emellett még kiemelném a minimál invazív csípő és térprotézis beültetésével kapcsolatos tevékenységét. Publikációs és tudományos aktivitását jellemzi a 356 meghívott előadás megtartása, 184 publikáció, 72 felkért közlemény és könyvfejezet, és 11 szabadalom, független idézettsége több mint 2400. Tisztelettel felkérem Hangdi László professzorat emlékelőadásának megtartására, melynek címe Minimál invazív törekvések és innováció a mozgásszervi sebészetben. Tisztelt rektor úr, tisztelt tudományos ülés! Először is szeretném megköszönni azt a nagy megbecsülést, amit a Semmelweis Egyetemtől kaptam, és a szenátusnak ezt a pozitív döntését. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit megelőlegezett bizalom, én majd igyekszem azért erre megfelelni. A mai előadás szeretném kihasználni arra, hogy egy picikét megmutassam azt a területet, ahol dolgozunk, nem csak személyesen én, hanem mozgásszervi sebészetben jártas kollégáim. A Jendrassik díj kapcsán tulajdonképpen Jendrassik Ernő életéből egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Nyitott volt az új megoldásokra, rendkívül széles körben hozott újat a medicinában. Innovatív gondolkodását igyekszünk lehetőség szerint elsajátítani. Az életben fontosak a példaképek, a meghaltak, a jelenlevők, olyanok, akiktől tanulhatunk. Jendrassik Ernő bizonyosan ilyen. Az én életemben személyesen édesapámtól kaptam az első indítatást, az ő gondolatai, az ő eszmeisége volt az, ami számomra nagyon sokat jelentett. Vidéki sebészként rendkívül tájékozott volt az orvostudomány minden területén, különösen természetesen a sebészetben. A másik nagyon fontos szerencsés momentum az életemben az, hogy olyan munkahelyen kezdtem, ami hát a hazai mozgásszervi sebészetnek az egyik fellegvára, egyik bölcsője, a Nyomorék Gyerekek Intézete 1903-as alapítással a Mexikói úton. Sok nagy elődöt számomra Benedek tanár urat, Antal főorvos urat, Gábor főorvos urat jelentette. Mérföldkő volt, amikor 1987-ben Sükös tanár úr átvette az osztály irányítását. Ő hozta a házba az artroszkópos tevékenységet, ami ugye a minimál invazív sebészet vonatkozásában a mozgásszervi területnek egy fáklyája, egyik leggyakrabban alkalmazott minimál invazív műtéti beavatkozás. Amiről ma szeretnék beszélni, ez a minimál invazív sebészet. Számos definíciós és meghatározási probléma mellett azért mégiscsak tudjuk, hogy miről van itt szó. Lágyrészkíméletről, elsősorban a elemes képletek védelméről, a csontstruktúra lehetőség szerinti megtartásáról, csúszófelszínek védelméről, de már ezen túl a szöveti oxigenizációs és pH viszonyok lehetőség szerinti legjobb megtartásáról.
Az egyik első lehetőség a kezünkben a minimál invazív megközelítésre az artroszkópia megjelenése volt. A képen balra egy meniszkusz sérülést, jobbra annak a visszavarási lehetőségeit látjuk. Aki az én szakmámból van itt jelen, az ezt a képet nagyon jól ismeri. Picike lukon keresztül a térdizület laterális retinákulumának a bemetszésével csökkenthetjük a nyomást a tért kalácson. A kép reprezentatív, rögtön lehet azt látni, hogy mik a minimál invazív sebészetnek a hátrányai, problémái. Ott vágunk el éppen egy olyan kicsi eret, amiből egy jelentős posztoperatív bevérzés keletkezhet. Amikor 1987-ben elkezdtük az artroszkópos gyakorlatot az Uzsoki Kórházban, akkor már az első fél év után új ötletek jöttek, mit lehetne artroszkóposra megoldani. Egyik ilyen volt a traumás tértkalács ficam fedett műtéti megoldása. Az ábra mutatja a műtétnek a módját, és balra alul lehet látni, hogy egy Dieter Kohn nevű német úriember 1991-ben közölte ezeket a gondolatait. Mi magunk már 88 óta csináljuk, itt láthatók a 88-ban készített nagyon rossz minőségű képek. Az elszakadt mediális retinákulumot artroszkópos technikával tudtuk megoldani, dokumentálni még nem tudtunk abban az időben megfelelően. Ami a kezünkbe került, minden apró eszközzel próbáltunk olyan megoldásokat találni, hogy ne kelljen kinyitni az izületet, ami az izületnek bizonyosan hátrányos. Ilyen volt például a kiszakadt eminencia interkondiloideának a lehorgonyzása. Lehet látni, hogy egy keresztalak célzóval, szertlázolók bevezetésével, ahogy a modell mutatja, a tibia előső felszínéhez lehet lehorgonyozni így az eminenciát, és ezzel rekonstruálni az előső keresztalagot. Ez a posztoperatív röntgen kép egy ilyen műtét után. Ebből aztán egy rendkívül széles iparág fejlődött ki, az artroszkópos előső keresztalag pótlás. A képen látható ez a dia, amit itt ugyanebben a teremben szoktam általában az orvostan hallgatóknak levetíteni, hogy mitől függ az előső keresztalag pótlásnak az eredménye. Ez már egy tudományág a graft típustól, a rögzítés stabilitásától, a graft esetleges augmentációjától, és hát a neuromuszkuláris rendszer állapotától is. Látható, hogy minden oldalról körül járjuk ezeket a minimál invazív technikákat, hogy minél eredményesebben használhassuk őket. Olyannyira, hogy a fejlődés nem állt meg, számtalan publikációt követően 10 évenként gyakorlatilag egy kicsit változik mindig az előső keresztalag sebészetének az ajánlás, és most itt a legújabbat látjuk, hogy szubstruktúrális szinten pótoljuk az előső keresztalagot két köteggel, négy csatornával, minél jobban imitálva az eredeti anatómiai állapotot. Ez persze a saját gondolkodásomon túl a kollégáim gondolkodását is megindította. Itt látható az egyik fiatal kollégámnak két innovációja, egy graft preparáló pad, illetőleg balra egy tibiális műanyag rögzítő elem már a piacon van. Az előső keresztalag sebészete egyebekben további minimál invazív irányokat nyitott meg. A sejtterápiák közül az egyik első volt az oldalszalagoknak a megerősítése a szubkortikális zónában lévő felnőtt típusú mezenhimális őssejtek felhasználásával. Tengelykorrekciók is minimál invazív technikával történnek, szintén egy magyar innovációt láthatunk. A Hódmezővásárhelyi Medtechnik céggel közösen fejlesztettük ezt a tártalmú lemezt. A görbe lábú betegek belső oldala kopik el a üzület vonatkozásában. Ennek a korrekciója történik itt a műtéten saját cson, a műtéti diány saját cson kitöltéssel. Hát kétségtelenül azért a nemzetközi szempontból legnagyobb fejlesztésünk a portátültetés artroszkópos technikájának kidolgozása volt. Számos kísérletet követően alakult ki a végleges technika. A kis és közepes méretű terhelő felszíni defektusok gyógyítására elég nagy horderejűnek tűnt ez kezdettől fogva,
1994-ben egy európai térsebész kongresszus megnyerése után figyelt fel ránk ilyen vonatkozásban a világ, és a világ legnagyobb orvosi műszergyártó cégével léptünk kapcsolatba, és közösen fejlesztettünk ki egy nem csak nyitott, hanem már artroszkópos műtéti lehetőséget is biztosító műszerkészletet. A műtét lényege az az, hogy a perifériáról, a nem terhelő részről elveszünk kicsi porc borítású hengereket, és ezt a kép bal oldalán a videón mutatott terhelő felszíni defektusba ültetjük be mozaikszerűen. A műtét eredménye optimális esetben egy 80-90% hialin porcot tartalmazó kompozit porc réteg, amelynek a teherbíró képessége a korábban elért lehetőségekhez képest lényegesen jobb. Publikáltuk ezeket az eredményeket, és örömünkre a mi kezdeti 90%-os jó és kitűnő arányú műtéti eredményeinket a független stúdiumok, multicentrikus nemzetközi stúdiumok igazolták. Ennek megfelelően ma már a tankönyvek mindegyiket tartalmaz mozaikplasztika fejezetet. És köszönhetően a számos publikációnak, illetve a média figyelmének olyan kapcsolatrendszerre tettünk szert, amely a későbbiekben kamatozott. Tehát először kadáverkurzusokon, műtéti közvetítéseken keresztül próbáltuk popularizálni a módszerünket, megtanítani az érdeklődő sebészeket. A későbbiekben lehetőség nyílt a világ legnagyobb ortopéd sebészeivel való kollaborációra, és hát ma már az internet világában ezek a dolgok kisebb jelentőség.